Imhol lennék, hát akkor vala újra. Hát az nem lesznek könnyűek, ugye a újjárat megszületésével és a másik nap pártilatásával. Hol van a házia? Itt van a házia. Azt hol találtam volna meg? Hát azt hiszem legalább a kislányok egyik meg tudják csinálni, de ezek szerint nem. Na? Nem is tudom, mit csinálhatnék most hirtelen, amit mondhatnék. Johnson Pál. Mindig eszembe az itt eszembe a Pál névről, hogy izé Family Guy-ban az Adam West mennyire röhögött azon. Mennyire röhögött azon, hát bazen ez akkor még szól. Szóval azon röhögött annyira, hogy egy macskát Pálnak hívnak. És ilyen nagyon retardált feje volt a macskának. És nem retardált, de legalábbis vicces. Na. Imádom a Family Guy-t. Hú, várjál, tudom, amit kéne. Nagyon elfejtettem. Igazható, ja igen, a magániskolához. Az nem lesz egy rossz ötlet, de most még nem. A szolgáltatáshoz kihívom a... De picsám, már várod a telefonhívásokkal! Már idegesít. Na, eltelt egy nap. És még mindig! Jó, akkor legyen ott, figyelj, nem érdekel. Legyen akkor ott, nem érdekel. Aztán beszél valakivel. Nem, csak izé. Szólnak már, faszom ki van, idegesítő, rohadt irritáló. Meg hogy is beszéltük meg, hogy a... Vladimir az... Hát nem tudom. Bász bácsival lesz. Jaj, várják, az is lehetne az, hogyha izé megnő, akkor összehozom Bász bácsival. Tudjátok, az Strange Town-i lakos már azt megdumáltuk egyszer. Legalábbis, úgy emlékszem. Na, akkor most meg felhívom a... Mi a neve annak? Darust. Nem a Darust, várjál. A szobalányt, igen. Takarítson el. De azért kéne főzni kaját, spagettit, mert a kislány éhes lesz. Nem csak lesz, már konkrétan az is. De most is el kell már takarítani, jó van. Jó, pálm is férnek el igazán az asztalnál elegen. Mert be kéne dögni a felső szintet is, mert oldalsó fasz nincs itt most még egyelőre. Hát megoldjuk. Szerintem az ágyat azt elfektetem így. És akkor ugye majd, ha sok gyerek lesz, akkor azok itt fognak aludni egymás mellett. Júj, jelentem pelenkát kell cserélni mindenképpen. Most ez megy oda, hát nem megy oda. Hát ne is menjen! Kislány el van. De most éhes lesz lassan, úgyhogy... Úgyhogy ja, azt is kell. Jó, nem mondok semmi értelmeset. Várj, eszembe jutott valami. Miért az inkább jön ide? Nem, semmi, nem szóltam. Nem férünk el semmiképpen, sajnos. Konyhát ki kellene majd bővíteni. Nem, még nem. Ráérünk vele. Akkor még csak leül. Méri meg ideül, Gerard meg eszik, ahol lesznek hely. Már nem fog érdekelni. Bazd meg most ott oda át. Úgy. Oké, eszik. Vacsora. 8:30-kor este. Jó az, te. Ez szórakozás, jó az. Ja, akkor mondjuk izé. Apjával legyen jó viszonyban. Vagy nem tudom, azonban mind a két szülővel túl jó a viszony most hirtelen. Hát akkor itt nem lesz variálás. Majd el, majd megoldom. Megoldom majd, kamaszkorba. Akkor legyen balhé. Csak azt tudom, hogy a
szintenkénti váltásban azt utálom, hogy állandóan elfelejtek a legfőső szintre fölnézni. És abban bizony kebasz van mindig. Más csinálhatnék most még. Hirtelen. Semmit nem tudok. Csütörtök lesz, akkor még mindenképpen dolgozni. Fater. Ő is. Neki a karizma kéne edzeni mindjárt. Helyette viszont... Most nem tud. Misaki. Ja, Misaki ismereteket felturbozom kicsit. Nőnek valamit kell? Nem, előlétet majd, de az most még ráér. Vittes amúgy a Sims 2-ben, hogyha el vannak idegülve a házastársak egymástól, akkor... Mit tudom én... Heti egy dugással meg lehet oldani az egészet, nincsen már probléma belőle. Tehát... Azonnal dob egy kb. 20-at. Mindkét kapcsolatmutatón, ami azért nem rossz. Nincsenek ilyen problémák. Angelica és Lingerie. Milyen elbaszott nevet választottam már? Tudjátok mit, akkor nem próbálkozunk, amíg fiú lesz. Vagy tudjátok mit? De! Mert az oltári vicces lesz, hogyha itt fent lesz. Három ágy és ott alszanak egyszer a gyerekek majd. De persze egyik az mindenképpen itt majd a házban. Mondjuk a... Méri. Ja nem, nem neki kéne, mert ő a legidősebb. Tehát ők mindenképpen el kéne küldeni egyetemre. Akkor az Angelica fog itt maradni mindenképpen. Szerintem az úgy nem is lesz rossz. Ja. Hát akkor most nem tud mit csinálni, várunk. Jaj, már is rohadtak, ha ja, nem mondod. Ennyi elég volt, hogy elrohadjon. Hát rohadjon el. Oké, Ancsikát meg elhanyagoljuk. Akkor nem lesz a Bloody Mary. Mondjuk a Mary-re nem adhatja, hogy az legyen. Tehát izé így összeveszhetem a szüleivel. Hogy rossz legyen a kapcsolat köztük. Aztán ja, abból lehetne majd érdekes dolgok. Akkor mondjuk ez abban nem is fogom elküldni még egyetemre, mondjuk megvárom a kamaszkorának a felét, ami 7 vagy 8 nap. Hát az elég sok videó lesz, és tekintettel arra, hogy az április menetrend szerint ugye egy héten lesz egy videó, egy Sims, ezért aztán főleg érdekes lesz. Annyit pedig most gyugni fog. Gyere, meg nem alszik. Lesz szarva a gyerek. Gyerek, ő már felébredt. Ugrál az ágyon, szerintem játszatassuk valamivel. Ja. Ő még úgy is ráér. Faternek már mennie kő. El is fáradt, szó szerint belefáradt. Visszarakom a bölcsőbe. Ugyazni aztán meg gyúrjon. Meg játszom. Most jöhetem, hogy autóval, ha jól játszik a kislány. Nem mondod. De igen. A hideg kő. Hideg kőpadlón ül. Kicsi se fog felfázni. Á! Nem fog kicsit se felfázni. Nem, nem fog. Persze. Nem fog. Oké. Kíváncsi vagyok, hogy ki fog kapni előléptetést. Most mi akadt? Ja igen, megjött a kocsi. A busszal egyetembe. Hát akkor bizony nincs, mert akkor menni kő. Úgy. Kész. És akkor most mentünk.
azt várunk. Elméletben akár építkezhetnénk is, nem? Jó, most én fogok itt átváltani teljes... Vagy várjál, azért nézzük körbe egy kicsit. Hát így néz ki a ház kívülről. Oké, hát annyi nem fogom túlspilázni, ám azt ne tessék elválni tőlem. Elég lassan mozgok, annyi irítál mondjuk egy kicsit. Vagy nagyon. Oké, itt ugye a lépcső, plafon még mindig nincs, kurva jó. Hogy néz ki az emelet? Hát nem valami jó, de lássuk csak. Így, ó. Oh. Plafon nincs, ami itt kurva rondán néz ki. Itt különösen kurva rondán néz ki. Ez a gyerekszoba lesz ugye, tehát annak megfelelően kéne kialakítani. Hát legalább egy ablakot ugye bele kéne tenni. Ugye. Azért anélkül úgy nem igazán működhet. Csak a kérdés az, hogy mi mást? Tehát... Ja hoppá, várj, most nézem csak, hogy itt a hálószobában tökéletes rálátása van. A konyhára. Ez vicces. De nem baj. Tegyük ide még egy ilyen ágyat, csak a luxus kedvéért, és van is ma a pénzem semmi másra. Wow. Okos Mari. Nem baj. Gondolkodjunk. Ablakot. Azt mindenképp. Nem ilyet, hanem egy ilyen elég szerintem. Vagy akár egy ilyen is. Akkor már tartsuk a stílust. Annyira sötét végül is nincsen itt a nagy ablak, látjátok? Esetleg lámpa nem ártana. Egy padlószőnyeg, igen. Ezek ilyen elég alapdolt, tudjátok, de egy kicsit luxus, szóval elhanyagoltam. Akár ilyen is lehet. Ja, ebből 10 egy darab, hát így sok pénze nem is maradt. Hát falat festeni már nem igazán tudok. Azért nézzünk körbe, hát ha van valami stílus alapján, valami gyerekszobást tudsz. Nem, nincs. Ne nézzük azért körbe. Már variány annyira nincsen kedvem, bazd meg, hogy azt nem tudjátok elhinni. Na, mondjuk ezt szerintem úgy jó lesz talán. Drága. Oké, nem festünk falat akkor most még. Kicsit luxus. Akkor most mentek. Még egyszer. És innen. Innen folytatjuk akkor. Történik-e valami? A szobalány nem jött még? Itt van. Csak emlegetni kellett. Az kicsoda ott? Á, most nem mindegy. Azt hittem Denis a kamisz. Oké, hát nem történik semmi. Telefon szól. Emlékednek a flamingókon. Nagy tipikus cím élet, tudjátok. Falat le. Na, fater megjött egyedül, semmi extra. Akkor fürdik, aztán alszik, ennyi. Kertbe valami nem ártana. Csak nem szeretek állandóan hátra vigányok, hanem meg kurva lassan mozog, aztán vissza is kell állítani. Hát ebből a pozícióból sok mindent csinálni nem lesz szerintem. Az ott kicsoda? Hát nagyon jó, megpróbáljuk, maradjunk annyiba. Na, ezt szerintem mindenképpen köszönjük neki. Hoppá, mi ez? Amikor Mary dobolni kezdett az iskolában, az eredmény inkább a Serengeti Parkról szólt természetfilmben kedvelt aláfestő szalként használt patta dübörgésre emlékeztetett, azóta sokat látszott a világ. És miért újabban megmutatja otthon, mi az igazi rák? Na, ez tetszik. Annyira sikeres, hogy elsődobos ilyet jelentenek az iskola zenekarban. Fellépésekért mérjék 200 szimulant abba az iskolától. Az nem kis pénz mondjuk. Úristen, valami emo. Ilyen szim. Szimes emo. Simo.
Jó van, nem érdekel. Beszélgetni fogsz. Ja, ez egy izé. Ez kamaszkorú. Akkor összehozom majd Mérivel. És teszek rá is hasonló dizájnt. Hát csak így a szórakozás kedvéért igazából nem fogunk komplikálni.